Ez itt a Vakfolt Podcast, melyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Privalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Maradunk a 70-es években. És maradunk a musicaleknél meglepetésre. És maradunk a fura musicaleknél, és az ilyen kabaré jellegű musicaleknél, és a szexualitás témakörét újszerű szemléletből vesézgető filmeknél, illetve egy gigantikus kultfilmet veszünk sorra, aminek az utóélete sokkal nagyobb volt, mint maga a filmnek a bemutatókor gyakorolt hatása, és legalább annyit tudunk majd beszélni tényleg arról, hogy mi övezi ezt a filmet, mint magáról a filmről szerintem. Ez pedig nem más, mint a Rocky Horror Picture Show 1975-ből. A filmet 1973-as színpadi változat előzte meg, amely Rocky Horror Show nevet viselte, elévén nem volt picture. Viszont a szereposztás nagyjából megegyezett azzal, amit a filmvásznon láthatunk, és az alkotók is egyeztek, amennyire én tudom, még talán a rendező is. Így van, tehát ugye ez Richard O'Briennek a darabja volt, ő írta a zenét, a szöveget, a dalszövegeket. Igen. És Jim Sharmannak hívták azt a rendezőt, aki Londonban a West Endben színpadra állította. Pontosabban lehet, hogy nem a West Endben kezdődött, de hogy ott elég sok színházat körbejárt Londonban, de ez az alkotócsapat volt, és valóban már ott volt a Tim Curry főszereplőként, de maga Richard O'Brien, illetve a Nell Campbell és Patricia Quinn, aki Kolumbiát és Magentát alakítja a filmben, ezek a Tim Curry által alakított őrült tudós Dr. Frankenfurternek az így az udvartartásának a legfőbb tagjai. Tehát ők gyakorlatilag mind megvoltak az eredeti darabban is. A két ilyen civil főszereplő, akik belecsöppennek ebbe az egész ilyen éjszakai... A Rocky Horror Picture Show-ba. Igen, ők voltak újdonságok a filmben. Igen. De mire ez a két év telt el a színdarab bemutatója és a film között, közben már Amerikát is megjárta a musical, ami Angliában nagyon nagy siker volt, Angliában kevésbé, tehát ott minden a New York-i bemutató az egy elég nagy bukás volt. Yeah. De egyébként ott is előbb-utóbb sikerült elkapaszkodni a West Endig. Tehát azért ott is bemutatták nagyobb színpadokon is időben. Igen, ott a Broadway-en például. Na, az New York, de most Angliára volt. Ja, hogy Angliára gondoltál, igen. Ott is azért igaz, hogy megbukott maga a darab már ott is. Vagy ott sem volt akkora siker elsőnek, tehát 63 ember ment az első bemutatóra, De szépen lassan. Ott azért nagy kört futott be, igen. Aha, abszolút igen, Londonban akkor így minden híresség oda zarántokolt, hogy megnézze ezt a darabot. Tehát a híre legalább elment, hogy van valami kuriózum és valami nagyon extravagáns dolog a színpadon, és aztán a 20th Century Fox égisze alatt készült a film, tehát rendes stúdiófilm volt. Szerinted fel van a Disney Plus-on? Azt tudom, hogy ez egyike azon nagyon-nagyon-nagyon kevés filmeknek, amiket a Fox-tól átvettek, és hajlandóak az ilyen repertórium moziknak a rendelkezésre bocsátani, mert ugye most van egy ilyen felháborodás, hogy rengeteg olyan kis színház, akik így régi Fox filmeket szoktak a műsorukra tűzni, és abból tartják fel magukat, nem tudják most már leérni ezeket a filmeket, mert a Disney így lestoppolta őket. És a Rocky Horrornál ezt nem tették meg, mert ott valószínűleg ezért felgyújtották volna Disneylandet a dühös rajongók, hogyha ez megtörténik. Úgyhogy egyébként nem tudom, hogy fönn van a Disney Plus-on, szerintem miért ne lenne? Bár ugye volt ez a 5000 tweetes thread, amit a Disney Plus kirakott az összes létező filmjükről, amik ugye ezért fölkerültek a Disney Plus-on, nem emlékszem, hogy ott volt-e közöttük, de simán lehet. És igazából amitől igazán híressé vált, vagy amikor beindult ez az ilyen kultfilm és sikere a filmnek, az volt, amikor a mozifilm bemutatása után, amikor így szinte senki nem ment el rá,
úgy döntöttek, hogy a stúdiónál jó, akkor mi lenne, hogyha megpróbálnánk ilyen éjféli vetítésekre benyomni a filmet. Hogyha már napközben nem ülnek be rá a nézők, és ugye kritika is ilyen, hát ilyen langyos fogadtatásban részesítette a filmet, akkor így éjszaka hátha nagyobb sikert arat, akkor már kezdtek így a Midnight Movie műfaja már kezdett úgy megszületni, és akkor azzal robbant be a film. Meg aztán gondolom az összes VHS korszakbeli terjedésén, tévé, stb., de hogy így nagyon benne maradt a küszöbben, tehát ez a cím szerintem mindenkinek mond valamit, még annak is, aki a műzikelekben nem járatos. Igen. Azt nem tudom, tudtad-e, de évekig volt moziműsoron, és hát igazából folyamatosan moziműsoron van. Még 79-ben is heti kétszer játszotta valamilyen mozi valahol a világban. Tehát, hogy így legalább kétszer mozi műsoron volt a film. És VHS-en is évekig tartotta vissza a Fox. Tehát már rég benne voltunk a VHS korszakban nyakig, és még mindig nem jelent meg a Rocky Horror Picture Show, mert még mindig úgy voltak vele, hogy erre annyian beülnek a mozikba, hogy kár elvenni ezt a státuszát. És aztán persze adott előketett a film sikerének a későbbi home video megjelenés, de ez egy tök érdekes húzás volt a Fox-tól szerintem. Igen, és egy ilyen... Mert hogy tényleg ennek van egy ilyen effektusa is ennek a filmnek, hogy nem csak az van, hogy beülnek rá az emberek a mozibában, hanem ez egy ilyen párbeszédet folytatta a film a közönséggel, és kialakul egy nagyon lelkes nézőtábora nekik. Vannak videók 79-ből, ahol egy ember azt mondja, hogy már 465-ödjére látja ezt a filmet. És amúgy is úgy járnak az emberek ezekre a filmekre, hogy együtt énekelnek, válaszolnak a kérdésekre a filmben feltett szereplők szavaira, és hasonlók. Úgy kell, nekem most a legutóbbi ehhez hasonló dolog az lehetett, amikor megnéztem a Dolomite is my name-et a Netflixen, és abban is ez a Dolomite karakter nem tudja rendes bemutatóra elvinni a filmét, senki nem akarja megvenni forgalmazásra a filmét, és akkor egy moziban egy ilyen éjféli vagy hajnali kettes időpontot sikerült befoglalnia, és ott bukkan fel egy ilyen, már akkor eleve olyan közönség, akik ezt valószínűleg úgy én kultikus hírnévből hallottak, csak erről a filmről. És ott is ugyanúgy kialakul ez az örjöngés a moziben a film kapcsán. És tehát itt szerintem van egy ilyen típusú film, amely nem feltétlen kell, hogy művészileg a legcsodásabb értékeket képviselje, de hogyha megtalálja a közönségét, akkor az már önmagában értéket képvisel. Igen, vannak fenn a YouTube-on is ilyen viszonylag hosszú videók a modernkori egy-egy vetítésről, direkt elő akartam keresni ilyeneket, hogy fenn vannak, mert vannak úgynevezett ilyen shadow play előadások, ahol így a bászon előtt ilyen amatőr színészek, meg a közönség tagja így eljátszák magát a film. Tehát, hogy konkrétan miközben mondjuk pereg a film első jelenete, ahol az esküvőn a férfi főszereplő megkéri a Brad, megkéri a női főszereplő a Janet kezét, és akkor ugyanabban a kosztümben két szereplő ott áll a mozivászon előtti kis színpadon, és ugyanazokkal a mozdulatokkal tátogva előadják azt a jelenetet, miközben a közönség valóban bekiabál és beleszól, de hogy az egyik videónál, ami 45 perces videó, az első 20 perc, még el se kezdődik a film, hanem csak egy introduction van, meg felvezető, de már annak van egy ilyen szemlátomást begyakorlott rituáléja, amiket a poronmester megkérdez, akkor ahogy mit én elkezdi sorolni, akkor most mondja a szabályokat, első szabály, és akkor a közösségből mindenki pontosan ugyanazzal a kézmozdulattal reagálok, meg ugyanazokkal a mondatokkal, tehát mint hogyha lenne egy ilyen plusz forgatókönyv, amit mindenki ismerne, aki rajongója lenne ezeknek az előadásoknak, és úgy mennek oda, hogy ezeket újra meg újra előadják, aminek már szinte semmi köze nincs a filmhez, de hogy ilyen önálló életre kell. Igen, és akkor direkt drukoltam, hogy az a videó a YouTube-on az így eljusson a Time Warp táncig a filmből, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy az milyen lehet. És hogy így ez teljesen egyértelmű, hogy abban például az egész közönség felugrik és elkezdi ugyanazt a táncot járni. Tehát ez szerintem baromi nagy fán lehet egy ilyet végigcsinálni, és akkor ugyanúgy ilyen jelmezes színészek meg figurák vannak ott a közönségben. Tehát, hogy van az egésznek egy ilyen, van az angol, ez a riotous szó, ez az ilyen lázadó, meg egy ilyen kavalkád az egész, és ilyen nagyon, egyrészt nagyon fannak tűnik, meg hát amit mi mindenképp meg kell említeni, hogy ez így nagyon fontos mérföldkő így a queer cinema történetében. Yeah. Tehát rengeteg kisvárosba eljutott ez a film, kisvárosi mozikba, ahol így az ilyen
vagy különcök, vagy mondjuk a heteroszexuálistól eltérő szexualitású gyerekek, tinédzserek, fiatalok így megtalálták egymást ezeken a Rocky Horror Picture vetítéseken. Meg hát magának a filmek is. Akár saját magukat is, igazság szerint. Így van, igen, tehát hogy ez is egy baromi fontos dolog. És egyébként tök nagy szám szerintem, hogy a 20th Century Fox csinált egy ilyen filmet, ami ennyire nyíltan queer film volt, hogy egy transvestita a főszereplője, yeah. aki nem egy villanja a filmnek, vagy félig igen, tehát hogy részben villan, részben hős, részben áldozat, részben gonosztevő, de hogy egy iszonyatosan karizmatikus figura, és egyértelműen aki mellett így hitet tesz a film, meg akinek így a világnézete mellett hitet tesz a film. Hát igen. Egyébként szerintem hasonló élmény volt még annak idején a Star Wars is. Tehát fura, mert az most egy akkora gigantikus mega franchise, hogy mindenki beül rá, de azért mindenki emlékszik szerintem, hogy a Phantom Menace-nek a bemutatásakor Jedi köpenyes sorok kígyóztak a premier előtti napokon, meg már nem tudom mióta ott kempeltek az emberek, és ott is megteremtődött az szerintem, meg a Star Warsnak is volt egy olyan közösségformáló ereje, hogy ott a premier napján azok az emberek is tudtak önmaguk lenni, akiket a törzsvégi társadalom valamiért kirekeszt. Mm. És tök más értelemben kell ezt kezelni, de szerintem az viszont azonos, hogy van egy közösségformáló ereje annak a filmnek is, és ezt párhuzamot tudom állítani azzal, ahogyan a Rocky Horror Picture-nek van egy ilyen Picture Show-nak van egy ilyen közösségformáló ereje. Hát igen, meg az is érdekes, belegondolni, hogy mondjuk akár csak a Phantom Menace óta eltelt 20 évben is mennyit változott a popkultúra, meg a világ, hogy most már a Star Wars mindig is 100%-ig mainstream volt, ja. De hogy ma már aztán tényleg 1000%-ig mainstream. Igen, és, igen. És ilyen szempontból még a Phantom Menace-nél talán inkább megvolt valóban az, hogy így az emberek ilyen jelmezbe, Darth Maul jelmezbe, mert már látták előre a rajzokat, még azt sem tudták, hogy ki lesz az a Darth Maul, de már tudták, hogy menő lesz, és akkor így fénykarddal mindennel így beültek a moziba, és hogy az még egy ilyen, nem tudom, önmagunk felvállalása. Ma meg már szerintem tök természetes, hogy így valaki Star Wars fólóba vagy rohamosztagos isakba megy a Star Wars vetítésre. Ja. Meg hát a másik része ennek az, hogy a Star Warshoz, meg ugye a George Lucasnak a előrelátó leleményessége révén egy ilyen hatalmas merchandise ipar épült rá, ami nagyban rá segít arra, hogy így tényleg el lehessen játszani ezeket a szerepeket így a filmeken, meg hogy legyen egy ilyen tömegmozgató ereje, hogy nem csak az, hogy volt az a három film annak idején és kész, hanem évtizedeken keresztül így fontosan életben volt tartva azáltal, hogy voltak a játékfigurák, könyvek, animációs sorozat, stb. Rocky Horror szerintem az érdekes, hogy ez tényleg egy ilyen alulról szerveződő dolog lett, és hogy még máig abszolút egy ilyen DIY dolog, hogy mindenki saját maga megcsinálja a sminkjeit, beöltözik a ruhákba. Ez igaz. Nyilván vannak Rocky Horror Picture-os pólók, de hogy nem, mégsem ugyanaz, mint hogy van egy ilyen merch gépezet a film mögött. Tehát ez tökéletes, hogy ami életben tartotta a filmet, az abszolút ez a rajongói aktív részvétel, és félig ilyen színházi előadás maga a mozi is, ami ugye végül is így jól passzol ahhoz, hogy eredetileg is színházból indult ez az egész történet. Sokaknak segít, tehát még 20 évvel a bemutatója után is, vagy szerintem még máig is így van, hogy sokaknak segít rátalálni a saját szexualitásukra, és felvállalni a saját szexualitásukat esetleg az ismerőseik előtt is. Ilyen sztorikról is lehet olvasni, meg YouTube-on látni, hogy ezért jelent sokat ez a film rengeteg rajongónak. Igen, mert ugye a filmnek az alapvető üzenete az ilyen abszolút szexuális szabadság és felszabadulás, és az, hogy így mert így bármilyen fura lenni, meg bármilyen szexuális vágyakat elérni akkor, hogyha az konszenzuális. Jó, filmben vannak ebben ilyen határesetek, azért vagyunk be őszintén, de hogy alapvetően egy ilyen abszolút szexuális szabadságot hirdet, ami nem ugyanaz, mint az egyébként 60-as évek végé, 70-es évek elejé ilyen hippie flower szabad szerelem mozgalom. Tehát ez egy más
szerintem tök más dolgokat szabadít föl, mert ekkor azért már javában volt a Free Love, sőt már a bukása felé tartott a Free Love-éra, és szerintem nem lehet annak egy sokadik fejezetének tekinteni a Rocky Horror Picture Show, hanem valami újat, abszolút igen, de hogy valami újat indított el azon belül, vagy az amellett. Hát itt ebben a filmben nem csak az, hogy a főszereplő transvestita, hanem ahogyan mondod, elég erőteljesen benne vannak ezek a témák, és így konkrét mondatokban elhangzik ilyen, hogy don't dream it, be it. Uh-huh. Aztán van az a jelenet, amikor megpróbálja elcsábítani a Frankenfurter a Bradet, és nem emlékszem pontosan mit mond neki, de ott is kb. Arról van szó, hogy ne próbálj meg ellenállni a vágyaidnak. Igen. És ezek mind olyanok, amik explicit módon olyanokat mondanak ki, amit főleg a 70-es években még erőteljesen tabunak számított. Még tényleg a szexuális fordulom ellenére is. Igen. Tehát meg lehet nézni korabeli felvételeket tévéműsorokból, és nem is tudom, hogy hol, egy YouTube videóban játszottak be egy korabeli felvételt, amiben egy arról mesél, vagy arról magyaráz egy tévéműsorvezető, azt hiszem, hogy ilyen a homoszexualitás az emberiséggel együtt, meg a történelem együtt jelenlévő dolog, és a görögöknél, meg a rómaiaknál ez része volt, elfogadott dolog volt. Szerencsére Amerikában ez teljesen tilos. És ez korabeli. Igen, tehát azért ez a free love dolog, ez mindig is azért alapvetően a vagy nagyrészt heteroszexuális kereteket feszített szét, de sok szempontból azon belül maradt, és lehet, hogy ez ilyen polikapcsolatokat így már jobban megengedte, meg azt, hogy nem ez az ilyen abszolút monogámia, egy férfi, egy nő, hanem azon belül már így szélesebbre tárta a kapukat, de hát azóta is szerintem elég sok olyan elemzés született így a szabad szerelem időszakáról, hogy az egy alapvetően ugyanolyan patriarchális, nem tudom, intézmény volt, hogy ugyanúgy a szabad szerelem sok esetben a férfiaknak volt szabad abban, hogy minél több nővel lefeküdhettek. Tehát ugye elég csak mondjuk ennek az egyik nagyon szélsőséges példájára a Manson szektára gondolni. Igen. Azért akkor is egyértelmű út vezet a persze hippie mozgalomtól ideig, tehát így le lehet szépen vezetni szerintem, hogy a hippie mozgalomból kinőtt a Mick Jagger, kinőtt belőle David Bowie, kinőtt a Freddie Mercury, és kinőtt ez a film. ez egy egyenes vonalú. Részben ez egy másik pálya, meg mondjuk így a Stonewall lázadás, meg az a időben belet, hogy nem passzolat, de vagy egyébként de tökre látni, hogy ezzel a Rolling Stones az fullba tolta a hippit, és azért hány olyan sztorit hallani, ahogy a Mick Jagger ki mindenkivel kavart nemtől és kortól függetlenül, és ugyanez a David Bowie-ra is, igen, az Freddie Mercury-ról közismert a biszexualitása, és ők is ebben a generációnak a tagjai. Persze az is valóban nagyon fontos, hogy itt 73-ban, de mindenképpen ebben az évtizedben volt a Stonewall lázadás, nem sokkal lesz meg. Nem sokkal korábban talán. És az még nagyobb port kavart ebben a témában. De azért szerintem akkor is 69, bocsánat, nem tudom, én elkezdtem úgy. Lehet, hogy a darabhoz képest volt pár évvel korábban. Igen. De hogy akkor is voltak ilyen vadhajtásai ennek a hippie mozgalomnak, és ezek egyértelműen ide vezettek szerintem. Érted, a Meatloaf, aki ebben a filmben az egyik szereplő, az ő glam zenéje is egyértelműen szerintem felfűzhető erre az évre. Ja, de ez a film ez egész abszolút, tehát szerintem ilyen 100%-ig glam az egész film, és közben még így a punkot is így beszívja valamilyen mértékben, de inkább tényleg a glam rocknak, az általad emlegetett előadóknak a ilyen vezérfonalába illik bele, tehát tényleg a Frankenfurter az így full Mick Jagger, főleg a nyitószáma a Sweet Transvestite. Ti tökre össze lehet rakni ezekből a zenészekből szerintem, mert a mozgása Mick Jagger, hangja Bowie időnként, igen, és a haja, meg az arc, meg a fizimiskája az meg Mercury. Igen. Igen. De ez annyira egyébként így egy tényleg egy közeget alkotott, hogy a Mick Jagger szóba került főszereplőnek, yeah, ehhez a filmhez. Yeah. Meg a David Bowie is, az a stúdiók mindenképp sztárokat akart a filmhez megnyerni. Ekkor még nem volt ismert név. Így van, és a Shermanék pedig ragaszkodtak hozzá, hogy átvehessék a
színházi szereplőket. Ugye eddig az évadunk során rengetegszer láttunk már példát arra, hogy alul maradt egy alkotó a stúdióval csatájában, és egy friss sztárt, vagy nagyobb nevet szerepeltettek az eredeti színdarab főszereplője helyett. Itt meg inkább belementek abba, hogy legyen kevesebb költségvetésből készüljön kevesebb költségvetésből a film, de legyen sztárok nélkül ilyen posztás. De azért egy ilyen kapcsolatot sikerült megőrizniük, hogy az a személy, aki a sminket és a maszkokat készítette a filmbe, sminket, frizurát, öltözéket, az ugyanaz az ember, aki a korábban a Mick Jaggernek és a David Bowie-nak az ilyen különböző színpadi kosztümjeit és sminkjét találta ki. Tehát, hogy van egy ilyen szép íve ennek a, ennek a dolognak, hogy abszolút belepasszol. Richard O'Brienről még egy picit beszéljünk, az alkotóknál tartunk úgyis. Színészként kezdte a karrierjét ő is, és játszott a Jim Sharman a rendezőnek korábbi darabjaiban. Itt is megvan a párhuzam, mert a Sharman többek között rendezett Hair-t, és Jézus Krisztus Szupersztárt is. Egyiket ausztrál rendezőről van szó, de hát gondolom Britanniában készítette ezeket a darabokat. És a Sharman O'Brien egyszer megkereste, hogy figyelj, van ez a rockoperám, mit szólsz hozzá, és akkor segített neki színpadra mindegyül is. Úgy írták le, hogy nem tudom, honnan szedtem az idézetet, lehet, hogy a Wikipédiáról, hogy Gothic Themed Schlock Horror Comic Book Fantasy Romp. igen, és akkor itt annyit kell még erről, annyit érdemes még tudni Richard O'Brienről, aki a filmben amúgy eljátsza a Riff Raff nevű szerepet, hogy neki is hosszú ideig tartott, egy hosszú küzdelem volt a saját nemi szerepével megbékelni, és ő így úgy fogalmazott erről a 2000-es években, hogy a férfi és a nő női nem közt egy folyamatosság van, egy kontinuum, és egyesek valamelyik végletben vannak beledrótozva, én valahol közöttük vagyok. Tehát ő így genderqueernek írja le magát. És ez az egész film igazából ezt a fajta ilyen fluiditást testesíti meg az összes szereplőjével, tehát ezt a mind a szexualitásban, mind a nemi identitásban, hogy itt igazán azt hittem, hogy ez a film vagy annyit tudtam a filmről, hogy arról fog szólni, hogy van egy két ilyen normi szereplő, akik bekerülnek ebbe a világba, és akkor a film végére ők is így felszabadulnak és átalakulnak, és már szabadabban élhetik ki a vágyaikat, és egyébként nagyjából ez is a film, bár aztán rengeteg ilyen kis epizódba így elkalandozik, de hogy igazából nem tudjuk meg, hogy mi lesz a főszereplők sorsa a film után, hogy együtt maradnak-e, hogy hogyan fogják élni az életüket szexuálisan. Azt látjuk, hogy átéltek egy ilyen eseménysort, egy ilyen nagyon hosszú éjszakát, olyan, mint a sose érne véget, és az alatt így a saját egyrészt a szexualitásukat is azon is kísérletezhettek, hogy kikkel fekszenek le, férfiakkal, nőkkel, kettő között azon kívül, ezen a bináris rendszeren kívül. Másrészt hogyan öltözködnek, hogyan képviselik magukat. Ugye a film végén már a Pred is magas sarkúban és harisnyában van, és kisminkelve, és van egy jelenet, egy medencében így ott ölelkeznek, és akkor mindenki így gyakorlatilag teljesen ilyen önfeledten adja át magát egymásnak. És hogy igazából nem az a filmnek az üzenete, hogy akkor mindenki legyen olyan, mint a Frank, vagy mindenki legyen olyan, mint ezek a kastélyban élő szereplők, hanem valóban az, hogy mindenki legyen az, aki akar lenni belülről. Ami így nem pont ugyanaz, és hogy tök jó, hogy ez az üzenete a filmnek, és hogy amúgy nem a... Tehát igaz, hogy ezen a két normi karakteren keresztül lépünk be ebbe a világba, de hogy már rögtön a legelső jelenetben ők itt ki vannak karikírozva. Tehát, hogy nem belük kell azonosulnunk, nem az a lényeg, hogy akkor most itt elsőre elborzadunk, hogy mi történik, meg rémüldözünk velük, hanem ők a szánalmasak, és ők azok, akik így már az első jelenetben is azt látjuk, hogy így na, csak ilyen ne legyen az életünk, mint amilyen az övék, és csak ilyen merevek és szögletesek ne legyünk.
És aztán ehhez jönnek ezek a, a riffreffék, meg a frankék. Vagy nem tudom, hogy te ezt hogyan láttad. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamban, hogy van ez a Richard O'Brien, aki valószínűleg küzd azzal, hogy egyrészt saját magát elfogadja a 70-es évben, illetve lehet, hogy a társadalomban ezt hogyan tudja vállalni. És megálmodik egy olyan zárt világot, ezt a kastélyt, ezt a Frankenstein kastélyszerű épületet, ahol mindenki kikelhet magából, és olyan lehet, amilyen valóban szeretne lenni, és nincsenek gátlások. És ebben lehet, hogy nem önmagát helyezi a Braddock szerepébe, de azt az ő felvett publikus personáját mindenképpen belül helyezi, hogy úgymond a világ számára ő egy hétköznapi ember, heteroszexuálisnak tűnő ember, és amikor belép ebbe a világba, akkor ezt mind levetközheti, és ott békés és zavartalan módon lehet önmaga. És ez a furcsa ilyen vágyképzet, az érdekes, hogy ez működik szerintem, mint film, vagy akármilyen produkció, és az a még érdekesebb, hogy ez a narratíva, ez nem csak a filmen belül, hanem a film nézőire egyaránt igaz, és ettől van az, hogy amikor beülnek a nézők erre a filmre, és így önmagukból kikelve együtt ünnepelnek a filmen, és táncolnak, és mindenki önmaga lehet, az egy ilyen biztonságos teret teremt arra az időre a moziban. Abszolút. És amikor kilépsz belőle, akkor visszatérhetsz a szokásos Brad és Janet életedbe. Ha vissza akarsz térni, igen. Igen, ha vissza akarsz térni. Viszont arra a két órára, vagy másfél órára megváltozik minden. Szóval ez érdekes, hogy ez itt több szálon, több szinten tud működni. Igen. Ezért mondtam a párhuzamot a Star Wars-szal is egyébként, mert hogy mainstream a Star Wars, de ezek a premier napi beöltözős vetítések, ezek pont arról szólnak, hogy ott biztonságban vagy. Ott nem lesznek bullik, meg nem fognak kicsúfolni azért, mert máshogy viselkedsz. És ez az a szenzáció, hogy azt szerintem ennek a filmnek, meg az ennek a közösségépítő erejű filmeknek, akár amilyen a Dolomite is My Name-ben volt a Dolomite című film. De szerintem azt egyébként így bevallhatjuk, vagyis hát nem tudom még. Beszéljük, nem kérdeztelek. A film. Igen, pontosan, mert szerintem egyébként ez nem egy jó film. Tehát, hogy... Szerintem ez egy jó film. Ez egy nem jó film, ami tetszik. Aha, igen, ez így valamennyire már közelít az én álláspontomhoz. Ez egy nem jó film, ami nagyon tetszik. Szoktuk beszélgetni arról, hogy mi a ízlés, meg mi a... Igen. Mit lehet objektívan megfogalmazni egy filmről, és véleményt objektívan nem lehet megfogalmazni, objektívan lehet megállapításokat tenni a filmnek az elkészítésének a minőségéről. Ebben a filmben lehet objektívan hibákat találni bőven. De akkor is, ez szerintem egy jó film. Szerinted? Szerintem nem jó film, egy szuper jó zenével, és egy olyan közösségteremtő erővel, ami miatt nagyon, nagyon tudom szeretni. Aha, nagyon szeretem én is. Tehát nagyon rokonszenves az egész megközelítése a filmnek, és amit tök sokat gondolkoztam, hogy az ilyen kvázi trash film, ami nem, tehát nem nevezném trash filmnek a Rocky Horror Picture Show, de bizonyos... Valahogy bennem bizonyos, az szándékos. Feltétele szándékosságot. Igen, vagy a teljes amatőrizmust és alkalmatlanságot. Igen. És egyik se igaz a Rocky Horrorra szerintem. Igen. Vannak bizonyos trash jellegű vagy camp elemei a filmnek egyértelműen, akár a rendezés, vágás, operatőri munka kapcsán, akár mondjuk az, ahogy egy narratívát kezel a film. Nyilván nem ezek az erősségei. De hogy egy tök nagy különbség van mondjuk a Rocky Horror között, meg a Room között. Persze. Mármint a nem a Brie Larson féle, hanem a The Room. Igen, között, vagy a... Hogy hívják a készítőjét? Nem jut eszembe a James Franco. Tudom, hogy nem, de most hirtelen nem ugrik be a csávónak a neve. Milyen biztos kiakadna. Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, igen. Vagy mondjuk egy Sharknado, vagy egy Human Centipede, vagy bármelyik olyan film között, amit... alkalmatlan emberek készítettek. Igen, és hogy van olyan ezek között, amit direkt úgy csinálnak, hogy ez most szar legyen, és majd röhögjünk, az biztos.
valamit komolyan gondol az alkotója, de olyan pocsék, hogy csak rögni lehet, mint a The Room. Igen. A Rocky Horrorra egyik se igaz. Igen, ezek közül. Ez a kérdésem, hogy erre lehet azt mondani, hogy ez már olyan rossz, hogy az már jó? Vagy emlékszel a Ghost Story-re, amiben, vagy a Ghost Story, bocsánat, a Ghost World-re, amiben azt mondja a Thora Birch, hogy ez olyan rossz, hogy már túljut a jón, és visszatér a rosszba. Ezek közül melyik igaz ez a film? Szerintem nem azért jó, mert már olyan rossz. Tehát az benne az érdekes a Rocky Horrorban, hogy nem az a jó benne, hogy úristen, mennyire szar ez a film. Uh-huh. Igen, ez szerintem is így van. Hanem bizonyos szempontból nincs jól elkészítve, de vannak olyan tulajdonsága, amik viszont nagyon jók. Igen. Akár a Tim Curry alakítása, akár a szereplőknek a tényleg a szexualitása, a szabadsága, szerintem a díszletek, a szellemisége, és hát a zenék, igen, azok is. És a zene az szuper, tehát hogy nem arról van szó, hogy olyan rossz a film, hogy már átfordul, és már tudunk rajta röhögni. És én például a The Room-on nem tudok röhögni, ezt megnéztem azt a filmet, és ezt utáltam azt a filmet, mert egyszerűen... Valamikor már annyira rossz, hogy az már pontosan, rossz. Igen, és hogy szerintem akik, ugye az, annak is van egy ilyen kultusza, hogy elmennek a nézők a moziba, és akkor annak is van egy ilyen rituáléja, hogy... De az egy cínikus, hogy ironikus valami. Pontosan, az egy gúnyos dolog, igen, hogy kiröhögjük a filmet, és igen, persze én is néztem úgy filmeket társaságban, igen, akár veled is, vagy más, igen, társaságban, amiket úgy néztünk meg, utóbbi évek X-Men filmjeit a kettesek el, vagy transformálják ismeretet. Abszolút, igen, tehát hogy úgy ülünk le egy filmmel, hogy akkor most röhögni fogunk egy filmen, de egyébként egyre kevésbé szeretek így filmeket nézni, magamtól soha, tehát hogy magamtól egyedül nem benném rá magam, hogy megnézek egy szarfilmet azért, hogy kiröhögjem, társaságban is egyre ritkábban, mert hogy már egyre drágábbnak érzem az időmet. Igen, ehhez. igen. De hogy, ez egy jó elfoglalás, a közösségi része az kurva jó. Igen, de hogy tök más az attitűdje annak, hogy leülünk egy Asylum film elé, hogy így teli szájjal röhögjünk azon, hogy mennyire szánalmas és szar ez az egész. És más a Rocky Horrornál, ahol meg így nem foglalkozunk azzal, hogy mondjuk nem jó a filmkészítés sok jelenetben, meg sok esetben, hanem élvezzük azt, amit viszont ad a film. És ez egy, aztán az összes többi példára, amit említettünk, nem nagyon mondható el. Beszéljünk még igen a campről, meg a cheesy-ségről, meg ezekről, mert ezek szerintem nem annyira jó meghatározható fogalmak, és nehéz is nekem rendetten. Nekem is. Ezekkel. A campet most így megnéztem a definícióját. Jaj, hát az annyi definíciós, annyi egyáltalán gyökesen elmondott definíció van rá, hogy ott most az a fontos, hogy az alkotók tudják-e, hogy camp, vagy az, hogy ne tudják, és úgy lesz camp, és én máig nem vagyok teljesen tisztában azon, most melyik igazából. Hogy ez most camp. Tudatos, vagy ellen? Igen. Pont, hogy nem. De nekem annyi most a Google-ben legelső talált a campre, az az, két, most nyilván nem a elsődleges értelmével foglalkozunk, hanem el a ja, elsődleges volt. Műfajként, igen, vagy stílus jegyként. Igen. Férfiakra, vagy férfias viselkedésre mondják, vagy férfiakra, vagy azok viselkedésére mondják, hogy extravagáns módon nőies, ez lehet a camp. Uh-huh. Vagy szándékosan túlzó és szimpadias stílusú. Tehát túlzó, szimpadias, színészi, affektáló, maníros, ezeket lehet még szinonimaként mondani a campre. Nem tudom, mert szerintem ez lefedi a campet? Nekem ez nagyon nehéz megmondanom, hogy ez lefedi-e a campet. Nekem is, mert például ugyan, most csak egy példát, ami hirtelen eszembe jut. A gicset is lehet itt valahogy. Igen, az is más, de hogy az se ugyanaz. Cheesy-séget is, három különböző dolog. Igen, egy film, amire kapásból rá tudnám mondani, hogy camp, az mondjuk a Batman és Robin. Azt nagyon campy. És hogy az, tehát azt nem úgy csinálta meg a Joel Schumacher, hogy ez most legyen egy campy film. Gondolod? Szerintem nem. De hát ő szerintem így nem. Vagy nem tudom, de hogy itt mindig nehéz, azt most alkotói szándék, meg nem, meg biztos mit veszünk figyelembe. Biztos csinálta meg olyanra. Szerintem nem, szerintem részben igen, de hogy a végeredmény az már annyira túlzó lett, hogy az... Én abban nem érzek egy ilyen posztmodern kikacsintást. És eleve a campnél, ezt most hallgatóink írják meg, hogy akik jobban benne vannak mondjuk a camp elméletben, és már elolvastak 600 könyvet, és jobban meg tudják határozni, meg definiálni, hogy mi a camp. De hogy csomó olyan film van, aminél nem szándékos az, hogy ilyen túlzó és extravagáns, és
és komolyan vehetetlen, miközben komolynak pozícionálja magát. Tehát szerintem ez is camp, én legalábbis abban ez a film, ez tudom, vagyok, igen. És nekem a nézés közben ez egy szó ugrott róla, hogy ez egy nagyon campi dolog. De a camp, és a cheesy, nem tudom, a két halmaz között mekkora átverés van, de ez a film szerintem cheesy is. Ez a film minden. Ez a film glam, camp, cheesy, hát talán nem gicses. Talán nem gicses. Annak nem nevezném, igen, de. Igen. A glam az... Az a három fogalom közül, amit most ráakadtunk a filmre, az ami a legegyértelműbben pozitív szerintem. Vagy én azt nem mondanám, annak szerintem nincsen negatív felhangja. Ez franc tudja, mert a camphez azért mindig társul egy legalábbis irónia, tehát hogy a camphez, aha, hogy azt ilyen ironikusan nézzük, vagy ironikusan értelmezzük, mert bármilyen irányból is nézzük, mindig van valami diszonancia között, hogy az alkotó milyennek szánja a filmet, és milyen lett, vagy hogy a milyennek pozícionálja magát a film, és milyennek tekintjük. Nem vagyok teljesen nem tudom, biztos. De ezt most nem merem ilyen teljes magabiztossággal állítani, mert lehet, hogy pont az ellentéte igaz. Igen, mert hogy itt most a Wikipedia-n a camp szócikkben azt írja, hogy egy csomó celebritáshoz társítunk camp personákat, ez felvett személyiségeket, többek között drag queenekhez. Ami abszolút tudatos. Szándékos, persze, tudatos. A Liberace-t is emlegetik. Ja. Meg Lady Gaga, meg ilyen ezek a... Hát őket pont nem, de egyébként én el tudom képzelni, mert szerintem Elton John is befoglalható, ebben biztos vagyok benne. Ezek tudatos és szándékosan eltúlzott dolgok. A glam abban szerintem nincsen semmi... Az az, ami szerintem a legőszintébb, a legtudatosabb, és a legkevésbé önironikus ezek közül a fogalmak közül. Én is így gondolom. És a cheesy meg a legkevésbé tudatos a három fogalmak közül. Igen, tehát a glam az abszolút ez teátrális, de hogy a szimpadiasság az egy ilyen nagyon őszinte dolog benne. Tehát az, hogy valaki milyen extravagáns ruhákat hord, milyen sminket, hogyan adja elő magát mondjuk a színpadon, az nem egy ilyen... ezt az egész jelenséget kigúnyoló, önmagát kigúnyoló dolog, hanem egy belső dolognak a kifejezésre juttatása. Igen. Túlzó, grandiózus, nagyszabású eszközökkel. Igen. És hiszem a Rocky Horrorra is igaz ez. Igen. Tehát a glam az szerintem a három közül az, ami a kitűzött célt azt hibátlanul megvalósítja, tehát hogy egy tényleg értékelhető művészeti ág. A camp az ebben már elbodlik, abban már lehet hibákat felfedezni, és a cheesy az totál katasztrófába fog lenni. Szerintem. Tehát a megvalósított, vagy a kitűzött cél és a megvalósítás az ott ér a leginkább valószínűleg. Igen, és a Rocky Horrorban egy csomó mindennél teljesen egyértelmű, hogy így kigúnyolt dolgokat, meg parodizált dolgokat. Mondjuk a film elején van egy esküvő, ahol egy szerelmes dalt énekel egymásnak a két főszereplő, és közben a háttérben ott állnak a Frankék, a Frank, a Riffraff, meg valamelyik nő a kettő közül, most már nem emlékszem. Nehéz, mind a kettő vörös hajú is, csak ez egy rövid hajú. 465 szor. Igen, pontosan. Még nem játszottad el a szerepeket 500-szor. De hogy ott állnak, mint annak a híres American Gothic festménynek a szereplői, és úgy kommentálják meg így egy-egy szóval így be, kísérik a háttér vokálként ezt a dalt, és ez én teljesen egyértelműen kigúnyolása ennek az egész ilyen amerikai konzervatív normakövető magatartásnak. Igen. Szóval ebben is egy csomó öntudatosságot lehet felfedezni. Igen. Abszolút, de mondjuk a film vége felé meg, vagy a második felében meg ezek az egyre elborultabb ilyen narratív hajtűkanyarok, amiket végez a film, hogy mitten a Frank egyszer csak így lefagyasztja a szereplőket és szoborra mereviti őket, aztán utána vissza, akkor van egy orgia, akkor utána van egy újabb táncjelenet, akkor jön egy vadonatúj szereplő a film felénél, tehát hogy ilyen nagyon kusza és csapongó lesz a vége felé, és nekem ott már egy kicsit elengedtem a fonalat, vagy elvesztettem a fonalat egy idő után, és nem az a feladat ennek a filmnek, meg ez nem az a film, aminek ilyen airtight-nak kell lennie a narratívájának, de az első felében például ez a sodró lendület, meg az energiája a betét daloknak, a táncoknak, ennek az egész kastélyon belüli univerzumnak sokkal jobban működött számára, mint a vége felé. Engem is jobban vitt magával. De így igen, tehát a filmnek a hibái, hogy
elég ügyetlenül van szerkesztve. Nincs igazán ritmusa, meg dramaturgiája. Igen. Fokozódnak a tétek bizonyos értelemben, de olyan hirtelenséggel időnként, hogy nem lehet azt jó szerkesztésnek minősíteni. Igen. A kameramozgás, a kamerakezelés elég semmilyen. Igen. Tulajdonképpen amennyire izgalmasak a díszletek meg a szereplők, annyira unalmas időnként maga, ahogy fel van véve. A koreográfia nem egy begyakorlott hát esetlen, valami. Igen. Egyébként tehát, jó pofa szerintem, de ja. De azért úgy működik, de amatőr társulat ja. szintjéhez van közelebb azért képest, hogy dzsinkeliekhez nyilván. Tehát értele, amikor a pelvic thrustról énekelnek, és mindenkinek ugyanazt a mozdulatot kéne csinálni, és így látszik, hogy nincsenek szinkronban. Na, szóval ezek a fő hibája a filmnek, igen. és ezek kell együtt nagyon elbűvülő. És azt akartam ezért, azért soroltam ezeket a dolgokat fel, hogy ezt a filmet biztos vagyok benne, hogy lehetne remake-elni, mert folyton arról beszélünk, hogy mik a remake-ek létjogosultsága, hogy meg lehet egy filmet csinálni jobban, és akkor az egy létjogosság csak a rendelkező remake lenne. De meg kell ezt jobban csinálni? De nem lehet, igazából szerintem nem lehet jobban csinálni ezt a filmet. Ha megcsinálni jobban, attól rosszabb lesz. Igen, ez egy teljes paradoxon. Igen. Bármit ebben a filmben megjavítasz, attól veszít az értékéből. Igen, még nem is értem szükségét, annak ellenére, hogy csomóan nem tetszik abban, ahogy ez a film tényleg szerkesztve van, meg föl van véve, de a Rocky Horror nem azért akarom mondjuk megnézni újra, hogy lássam egy kiforrottabb és intelligensebb és átgondoltabb, inkább ezt a szót használom, verzióját. Uh-huh. Nem, nincs szükségem rá. Tehát, hogy nem az kell tőle, hanem ez az energia és ez a felszabadultság, ami megvan ebben a filmben, és hogyha biztos meg lehetne csinálni úgy, hogy megmaradjon ez, és közben még patentosabb is legyen, de nem minek. Annyira lelkesedés árad ebből a filmből, ja. hogy kétségbe vonom, hogy lehet-e ezt profitban megcsinálni ezzel a lelkesedéssel. Nem aha. tudom. Mert ebbe kell az is, hogy a két normi, Janet meg a Brad, azok így eltúlzottan naívak egy csomószor, és a színészi játékok az ilyen teátrálisan. Igen, Barry Bostwick szörnyű ebbe a filmbe. Borzasztó, és a Susan Sarandon jó, de ő azért jó, mert már tudjuk, hogy egyébként mire képes az azóta eltelt évtizedekből, nem azért, amit ebben a filmben nyújt, bár ő a jobb kettejük közül. De, valahogy ez is hozzatartozik a bájához a filmnek. Igen. Totál megértem az összes embert, aki kiakad ezen a filmen, és botrányosan rossznak tart. Abszolút. Tehát a sztori biztos vagyok benne, hogy milliónyi ember van, aki már ott kiakad, hogy miért nem mennek el a házból. De ez a film, ez eléri nálam azt, hogy szurkoljak azért, hogy nehogy el akarjanak menni ebből a házból. Igen, mert az csak unalmasabb lehet onnantól. Igen. Mert hogy racionálisan nincs semmi indokuk ott maradni, de abszolút. Ez egy olyan film, amiben nem keresem a racionalitást. Még talán, ha nem is a lélektanilag meg lehet magyarázni a részükről, de a film tematikáját illetően igen, hogy valamit úgy már akkor már az elején felébreszt bennük, ha más nem a kíváncsiságot, ami miatt ott akarnak maradni. Igen, igen, de én nem igénylem ezt a fajta magyarázatot. Ja, világos. Egyrészt nem szükség. Biztos, hogy igénylek minden filmben minden takra kiszámolva, és megindokolva, hogy miért így van, meg de ma már ez egy komoly probléma sokszor a mai filmekkel, hogy a tesztvetítésekkel megiratott szkripteknek a bárgyúsága, amikor tudod, hogy azért tette bele plusz egy sort a forgatókönyvben, mert hogy volt valaki olyan néző, mondta, aki megkérdőjelezte, hogy ezt most miért kell csinálni a szereplőknek. Igen. És ebben a filmben nyoma nincs ilyesminek, és mégis tudom azt mondani, hogy működik. Igen, tehát ez 150%-ig az alkotóknak az elképzeléseinek felel meg. Tehát, itt szerintem semmi nincs ebben a filmben. Jó, biztos költségvetési okok vannak, hogy ha megkérdeznénk a Richard O'Brien-t, akkor biztos azt mondaná, hogy ezt a jelenetet így akartam fölvenni, de nem volt rá pénz, ezért így vettük fel. De hogy szerintem maga a megvalósult mű az így abszolút kompromisszummentes. Nem hiszem, hogy lenne valami, amit így beáldoztak volna bármilyen külső nyomásnak megfelelően. Ez nagyon igaz lehet. Igen, igen. És azért is nehéz elképzelni azt, hogy egy új verzió az ennél önazonosabb legyen. Tehát ez egy önazonos film. Ez az. És ez tök sokat számít. Ez az. Igazából tényleg ez a kulcsmondat szerintem. Ja, és ezt el tudod, hogyha ez olyasmi, ami
ami már az első perctől elrabolt téged, akkor végig tudsz robogni ezzel a filmen, és nem baj az, hogyha botlik időnként a cselekménynek a ritmus. Abszolút. Szaravága. És hát ha még egy érvet akarunk találni arra, hogy miért maradnak a kastélyban a most tesztvetítés közönség tagjaként itt még egy érvet felsorokoztatok mellette, benne van a filmben, hogy szerintem nincs olyan ember, aki, jó, ezt így nem merem kijelenteni, de remélem nincs olyan ember, aki így ne akarna a Tim Curry társaságában maradni az első megjelenése óta. Tehát az intro, amikor lejön a lifted és megjelenik és elénekli az első dalát, az így olyan, hogy én ezzel az emberrel akarok még így órákat eltölteni, mert hogy annyira izgalmas, és annyira fantasztikus, és karizmatikus, és pajkos, és fenyegető, és közben borzasztóan vonzó egyéniség. És ugye igazából tényleg tök érdekes az, hogy most akkor ő villanja a filmnek vagy sem, vagy áldozata vagy sem, mert hogy azért ő egy féltékeny és kicsinyes alak, aki hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogy ő akarja, akkor lefagyaszt mindenkit, meg megöl mindenkit, meg tehát egy önkényúr valójában ebben a kastélyban, de közben mégis ő képviseli azt a szabadságot, ami az egész filmnek az étosza, és mondjuk nem a riffrefé, akik a végén elárulják őt, és ők lesznek a gonosztevői a filmnek, mégiscsak a végére, nem? Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes egyvelek, hogy itt, hogy még a kastélybeli szereplőket se lehet így egyértelműen berakni egy fakba a szerepkörüknek megfelelően. Tényleg, ez rohadt jó. Mert folyamatosan módosul, és akkor benne. Amikor már elképzeljük, hogy milyenek, akkor egyszer csak így a motorján így berobban a Meatloaf, és itt teljesen átírja azt, hogy mit gondolunk róla, és így Meatloaf mennyire jó ebben a filmben, és mennyire rokon szembes, nem tudom, szörnyeteg, vagy teremtmény. Szóval vannak benne ilyen. Szerinted volt szerepe annak, hogy a Meatloaf itt egy ilyen genderfluid filmben játszik egy szerepet, hogy aztán a Fight Clubban játszik egy olyan férfit, aki nem nincs meg elégével a saját férfias. Nem, nehezen tudom elképzelni, hogy ne lenne szerepe benne. Én igazán nem ismerem a Meatloafnak a filmeken kívüli munkásságát behatóan, nem követtem soha, tehát igazából én ott a filmekből ismerem, és szerintem a Harcosok klubjánál találkoztam először vele. Úgyhogy nem tudom, hogy egyébként az ő színpadi alter egója, és az mennyire feledhető meg ennek a képnek, de meglepődnék, hogyha nem játszott volna nagy szerepet. Tehát a Harcosok klubja castingjában minden egyes szerep az reflektál annak a színésznek a személyiségére, a Jared Leto-tól a Brad Pittig, tehát hogy így annyira egyértelműen van a Helena Bonham Carter, mindenki úgy van castingolva, hogy így már idézőjelben legyen rögtön az a személyiség, annak megfelelően, hogy milyen szerepekben láttuk korábban. Milyen igaz. Tim Curry meg Tim Meatloafnak is ez egy korai szerepe volt, amikor még nem voltak ismertek, és Tim Currynek a karrierje is óriási hatásra volt ez a film. Te neked mi volt az első, amit láttál tőle? Gyanítom, hogy a reszkesedett betörők 2. Én is gyanítom, igen. Bár igazából nem emlékszem rá belőle, ki volt. Azt hiszem, hogy ő volt a hotel manager, vagy nem tudom, de vagy ott is egy ilyen nem megbízható figura. Uh-huh. Ő mindig egy ilyen olyan figura, aki nem tudod, hogy melyik oldalon áll, vagy egyértelműen tök gonosz, vagy pedig egy olyan figura, aki gyanakodni fogsz. Igen, én ugye nem láttam az minisorozatot, ja, de ugye az a másik híres szerepe. Ami másik fiatalkori, szerintem emlékünk róla, biztos, hogy a Richelieu bíboros. Tényleg, abszolút, az nagyon megvan. Nekem is, és abban is szerintem olyan volt, hogy először nem volt egyértelmű az ő gonoszsága. Hát igen, ha nem ismerjük a sztorit, akkor igen, de hogy ez az ilyen behízelgő gonosztevő volt benne, abszolút. Igen. Szóval igen, ez a kettő biztos, hogy meghatározó számunkra, a mi generáció számára biztos, de volt a nagy durranásban, azt hiszem, vagy melyik az, amiben a Emilio Estevez van? Na mindegy, abban a paródia verzióban volt ő, azt hiszem, a főgonosz, de volt ez a nyom, ez a Clue társasjáték adaptáció, abban ő a komornik, az egyik komikus szerepe, és hát ami meg szinte egyből ami kifejezetten konkrétan a Rocky Horror Picture Show-nak köszönhető szerepe volt, az a Legend, a Legenda című Ridley Scott filmben, szerintem hatalmas hatású
karakter a Darkness, mert hogy a Buffy-tól a Diablo videójátékon át, a World of Warcraft-in mindent meg is letett az a maszk, amit abban viselt. Mm. És ő egyébként nagyon-nagyon sok szerepben van egy óriási több tonnányi maszk alatt. Igen. Ugye az egy újabb ilyen. Abszolút, a bohóc, a gonosz bohóc teremtmény, a, entitás. Igen, amihez máig mérnek mindenféle gonosz tevőt azóta is, meg Stephen King gonoszt, meg mindent. Igen. És beszéljünk még arról is, hogy ő 2012-ben stroke-ot kapott, volt egy agyvérzése, és azóta kerekesszékhez van kötve, de nem maradt abba a karrierje. Főleg hangalakításokkal azóta is foglalkozik, előtte is, azóta is. Uh-huh. És hallhattuk már Palpatine szenátorként a Clone Wars-ban. Csak hogy összekössük a Star Wars-szal ismét a filmet. És tényleg milliónyi nagyon király hang játéka van, vannak a audiokönyvek az ő hangjával, csodálatos. Az ének hangja is fantasztikus, meg a beszéd hangja is. Nagyon-nagyon változatos. Igen. Sok oldalú kis oldalat is. A színházban is ugyanúgy dolgozott még párhuzamosan a filmes karrierjével. Például 1980-as Broadway produkcióban az Amadeusban Mozartot játszott. Igen, arról még beszéltünk is szerintem az Amadeuszot. Lehet. De hogy milyen rohadt jó már ez a karrier? Én nagyon-nagyon szeretem a Tim Curry-t. Én is nagyon, de most főleg ezután, a film után meg még inkább. Igen. Olyan hihetetlen karizmája van tényleg. Én mondom, hogy emlékezetes még a Reszkesetek betörőkben is, pedig abban aztán nem egy fontos szerep az övé. Igen, és hát főleg a mosolya az, ami így abszolút mindenféle smink és maszk alatt így ugyanolyan hatásos tud lenni, akár gonosz, akár csábító szerepet kell játszani, mindig nagyon, nagyon jól működik. Igen. Azt mondjuk sok mindenkiből nem lett híres színész aztán ebben a filmben. Például itt van ez a Peter Hinwood, aki a filmen belüli Frankenstein szörnyét játsza, ezt az ilyen kigyúrt izompacsirra teremtményt, akit én kb. Hiszem ilyen fuckboynak teremt magának a Frank. Az egyetlen, aki le van szinkronizálva énekhangként. És ő belőle antikvárius kereskedő lett később, nem is nagyon játszott. És akkor megkérdezték egy interjúban, hogy miért nem kamatoztatta a Rocky Horror Picture Show-s népszerűségét, és sikereit később, akkor erre azt válaszolt, hogy három magyarázatot sorolt fel. One, I can't act. Two, I cringe with embarrassment every time I see myself on film. Three, I relish a quiet, peaceful life. De egyébként nagyon szereti a filmet, és amennyire egy utána olvastam, így voltak, akik így viaskodtak azzal, hogy ebben a filmben így játszottak. Nem is az, hogy ebben a filmben játszottak, hanem hogy milyen alakítást nyújtottak, vagy hogy így ezzel nagyon összekötötték a nevüket, de igazából aztán mindenki nagyon pozitívan nyilatkozik erről a filmről, és így még azon gondolkoztam el, hogy tehát, hogy vajon így tudták-e azt a színészek, hogy most valami különleges dologban vesznek részt, vagy úgy érezték, hogy ez valami katasztrófa, amit így csak végig ki kell húzniuk, mert szerintem nem lehetett sejteni, hogy ebből ekkora több nemzedéken átívelő maradandó élmény lesz rengeteg ember számára, és milyen érdekes, hogy hogyan dolgozik valaki egy filmen, és közben mit gondol arról, hogy milyen lesz majd az utóélete ennek a filmnek, hogy mit nem gondol róla, és mennyire nem lehet ezt kitalálni, mert hogy biztos van még 10 000 másik B-film, aminek az alkotói vagy azt gondolják, hogy úristen, ez micsoda silány férc mű, és így inkább ne is lássa senki, és akár mondjuk eltűnik a süllyesztőben, vagy pont ellenkezőleg valamilyen okból kifolyólag nagy siker lesz belőle. Szóval ezt nem tudom, hogy olyan miért. Biztos azok, akik a színdarabban is játszottak, nekik biztos szívügyük volt ez a film, tehát ez ilyen szempontból más, de mondjuk egy Susan Sarandon vagy a Barry Boswick mi gondolhatott arról, hogy ilyen tényleg ilyen szürrealis díszletek között ilyen motoros őrültekkel és félmeztelen izompacsirtákkal énekelnek együtt, hogy ez ebből így mi lesz? Én szerintem ők pontosan annyira voltak elveszve a színészként is a díszletek között, mint a szerepükben a karaktereik. Nem tudom, milyen lett a forgatás természetesen. Ja, igen. Hát egy esős volt, meg nedves, én is akkor panaszkodtam. Szóval szerintem tüdőgyulladás kapott, tehát ilyen valószínűleg nem volt kellemes, de valami 6-7 volt összesen, tehát egy viszonylag rövid és gyors forgatás volt nyilván. Hát
nagyon sok pénz miatt is, igen. Általában így a Hammer Horror meglévő korábbi részleteinek részletei között forgattak. Nem azt látom mindent, amit tudtak. Igen, meg hát arról nem is beszéltünk, hogy mennyi klasszikus horrorra, vagy B-filmre, vagy science fictionre tettek utalást a King Kongtól kezdve, az RKO stúdiónak a logóján keresztül, a nyitódalban legalább 10 klasszikus film meg van említve. Ja. Tehát, hogy egyértelműen egy ilyen keretbe helyezi bele magát a film. Ez a Double Feature című dal, ez így eleve elhelyezi, hogy ez már most tudjuk, hogy ez egy B-film, hiszen a Double Feature-ökben általában a második vetítés az a B. Innen jön a B-filmának. De hogy megint csak szerintem nem paródia akar lenni ez a film. Tehát nem az a célja, hogy mint egy nagy durranás kiparodizálja az akciófilmeket, hanem... Csak így elfogadja a saját helyét ebben. Igen. Filmes univerzumban szerintem. Igen. Az RKO meg nem csak amiatt jön szóba, hogy a klasszikus fekete-fehér szörnyfilmek, meg nem tudom, hanem a musicalek miatt is, mert az a film ez ízig-véli musical, és a fináléban a pici úszómedencében a 5 darab táncos az a direkt utalás a Busby Berkeley filmekre az évadunk elejében. Úgyhogy itt is körbeér a dolog. Igen. Ja, neked amúgy melyik dalok tetszettek a legjobban a filmből? Főleg a legeleje, már úgy értem, hogy a Time Warp-os dal, meg a Sweet Transvestite, amit már mondtál, a Tim Curry karakternek a nyitó dalat. Igen. Utána vannak gyengébb dalok, és persze minden musicalnél fenntartásokkal állok hozzá, hogy vegyük észre, hogy ezek igazából pofon egyszerű dalok, csak fülbe mászolva. És itt is ez van szerintem. De akkor mégis is jó dalok, igen. Neked? És mik a kedvenceid? Nekem is azok, amiket elmondtál, de én például tökre szeretem a Damage-enetet a film elejéről. Az esküvős dal, amikor az oltár elé járulnak a szereplők, meg tök jó a Meatloafnak a dala, hogy így az a glamhez képest egy ilyen 50-es évekbeli rockabilly szám lesz belőle, szakszofon szólóval, ha jól emlékszem, de az egy nagyon fun dal. És amit még nagyon szerettem, amikor a dallamát kifejezetten nagyon szeretem, az a Touch a Touch a Touch a Touch Me, ami egyébként nem énekel el jól a Susan Sarandon, mert nincs jó hangja, és már irritáló, ahogy a refrént énekli, de maga a dal nekem valahogy mégis nagyon tetszik, és mégis... Tehát egyszerűen tényleg annyira catchy minden egyes szám ebben a filmben, és ez főleg azért tűnt fel, mert ezeket a dolgokat nem ismertem korábbról, szemben rengeteg olyan musical-el, aminek már kívülről fújtuk előre a dalaikat, és mégis az volt az érzésem minden egyes dalnál, hogy ezt már ismerem. Tehát, hogy egy annyira könnyen befogadható és dallamos és jó glam. Ezek legtöbbjük azért így eléggé hasonlóan építkeznek, mint ezek a rock slágerek, meg ilyen rock opera dalok, betét dalok. Abszolút, igen, meg mint a glam rock dalok, vagy rock dalok ebből a 70-es évekből. Tehát nem a legeredetibb időben szerintem, de ettől van is egy ilyen komfort érzete az ember. Igen. Meg akarom hallgatni majd, mert fenn van szerintem a Spotify-on a Rocky Horror Show, az eredeti kasztal felvett anyag, mert azt felvették annak idején így saját pénzből. Mikor már viszonylag sikeres volt a darab, akkor azért valami stúdiónak az embere az így azt mondta, hogy jó, most gyertek a stúdióba azonnal, és akkor felvesszük. Szóval ezt meg lehet hallgatni, és kíváncsi vagyok például arra, hogy a Susan Sarandon helyett az eredeti énekesnő milyen. Azért azt még össze lehet nevetni a filmmel. De egyszerűen fun, tehát mindegyik dal tök fun szerintem, és tök jól lehet így együtt énekelni. Simán el tudom képzelni, hogy mennyire jó móka lehet ezeket egy moziteremben így közösen énekelni, vagy karaoke-ban, vagy bárhogy. Igen, és itt is visszaköszön az, hogy a humor mennyit számít, ami a kabaréban is benne volt, egy csomó dalszövegben, meg korábbi musicalekben is voltak ilyen kis cheeky poénok. Ebben nem minden poén működik, vannak azért elég egyszerűek. De azért akkor is, hogy fun lesz tőle a film, van egy móka ebben. Igen. De ez a cheesység, ez akkor fordul át időnként cheesységbe a film, amikor tényleg az van, nem éri el a kitűzött céljait. Szerintem van egy-két olyan gag, ami abszolút nem működik. Például mikor így a szereplők találkoznak azután, hogy megpróbáltam mindegyiküket elcsábítani a Frankenfurter, igen, Tim Curry karaktere, és akkor egymás nevét mondják körbe-körbe hatalmas megdöbbenéssel, és már negyedszer mondják egymás neveit hatalmas megdöbbenéssel körbe-körbe, hogy így a
tudom, Brad, Janet, és akkor így körbe-körbe megyek, Dr. Scott, nem tudom, kit mondanak még, és na, az egy Monty Python sketchben fantasztikus lenne, mert akkor azok a színészek vannak, akik a Monty Python társulat tagjai, és velük ez nagyon vicces lenne. Itt nem annyira vicces, hanem fárasztó. És pár ilyen azért beesik. És ekkor válik cheesy-vé a film szerintem. Ezek nem működnek olyan faszán. Meg lehet így kínulni pár jelentet szerintem, hogy kicsit túlzásnak érzem azt, hogy a Susan Sarandon karaktere szűz, és akkor az egész csábítás jelenet az így átfordul időnként a cringe-be. Igen. Tehát ilyen problémák vannak szerintem a filmmel. Mindenek ellenére tényleg óriási nagy móka, és főleg a Tim Curry-nek köszönhetően. Tim Curry-nek karizmája az idáig sugárzik. Tehát az én nélküle így elég sok százaléka, vagy csillaggal kevesebbre osztályoznánk ezt a filmet szerintem. Ez tuti. Lenyűgöző ez a fickó. Viszont nézzük meg, hogy akkor még kik játszották el, vagy dolgozták fel ezeket a dolgokat, mert nem érdek alkalommal színpadon, meg filmen, meg tévében, meg rengeteg. Egyébként készült egy folytatása is Shock Treatment címmel, amit Richard O'Brien részvételével történt. Az egy rossz detájtól, nem is néztem. Ja, én sem. Megint csak nem írtam ki minden számot, meg minden előadást, így egy-két érdekeset szemeltem ki. Például a már sokat emlegetett Meatloaf-féle Hot Patootie rockabilly számot feldolgozta egy rockstar, egy világhírű zenekarnak a gitárosa a szóló lemezén. Ez a Slash. Nem. De egyébként evidens lenne. Egy szóló lemez, az Another World című lemez. Brian May. Jó, van, ez túl könnyű volt így akkor. De annak ráadásul csak a japán kiadásán egy bónusz trackként szerepel. Ez a Queen-nek a gitáros. Így van. Ugye Freddie Mercury-t már szóba ejtettük értelemszerűen. Akkor a Sweet Transvestite-ot is, igazából most a feldolgozások, tehát ezek nem olyan feldolgozások lesznek, mint ahogy eddig beszéltük róla, nem kik játszották el még ezt ezeket a szerepeket. De tehát Frankenfurter szerepében rengetegen feltűntek, én két nevet emeltem ki. Az egyikük, aki a nem olyan régi tévés ilyen live musical feldolgozásában játszott a Rocky Horrornak, és ő egy transznemű színésznő, aki egy Netflix sorozatban tűnt fel, és egy ilyen nagyon nagyon nagy pózban? Nem, az FX-es. Az egyik első Netflix sorozatban, és ez volt az egyik első ilyen jelentős szerep, amiben transznemű játszott. Az a Ninja is a New Black, nem tudom, hogy hívja. Laverne Cox. Ő volt a Frankenfurter. Szerintem egy tök jó casting. Aha. Nem néztem meg még videókat belőle, de így majd megfogom, mert kíváncsi vagyok. Mégis nagyon kíváncsi vagyok. De ez tök jó. Szerintem ez egy tök jó választás. Egy másik színész, aki eljátszotta ezt a szerepet, majd később a narrátor szerepében tűnt fel egy későbbi verziójában, egy ilyen jubileumi verziójában a darabnak, de igazából eljátszotta a Franket is korábban. Ő egy brit színész, akit egy amerikai sorozatból ismerünk, ahol ő játszotta a legfontosabb felnőtt szereplőt, és egy nagyon-nagyon rokonszenves figurát játszott benne. Legfontosabb felnőtt szereplőt, az egy olyan, amiben kamaszok vagy gyerekek szereplők, Stranger Things. Régebbi. De műfajilag nem jársz el nagyon messze. Gyerekek, kamaszok, sorozat, szondod. Hosszú életű, nagyon híres sorozat, híres alkotóval, és egy nagyon közkedvelt felnőtt ilyen mentor figurát játszott benne, és egyébként rengeteg színpadi szerepe is van ezen kívül. És tök jól el tudom képzelni. Bár, igen, igazából tök jól el tudom képzelni. Nem, mondom, a Stranger Things-el műfajilag nem jársz messze. Gondolkozz ebben a zsánerben, csak egy korábbi úttörő jelentőségű, sokak által fikázott, mármint szerintem akkoriban az egy ilyen lenézett sorozat volt, de igazából egy tök okos és szellemes és szórakoztató sorozat. De mi vagyok? Csomó sztárt kitermelt azért azóta. Sorozat. Spin-offja is volt. Alkotója aztán ilyen
már nagy blockbusteres babérokra tört, kicsit azt mondom, hogy beletört a bicskája, de megvívta maga harcait a modern blockbuster érában. Mostanában így, azt hiszem most pont megint vissza akar térni a televíziózáshoz. Egy amerikai sorozat? Uh-huh. HBO? Nem. Valami sima földi sugárzás, mert a csatorna téma. Fú, ez mikor, ez már ilyen izé volt? Sorozatforradalom időszak a 2000-es évek közepe, vagy korábbi? Nem, picit talán korábban indult, szerintem a 90-es évek végé, 2000-es évek eleje. De igen, mondjuk mi ez? De nem egy ilyen obskurus sorozat. Világon, értem, ez ilyen sci-fi horror, vagy mi? Inkább utóbbi. Horror? Gyerekekkel? Mi az Isten? inkább kamaszokkal. Biztos be fogom verni. A felnőzés történet is részben. Uh-huh. Horroros sorozat gyerekekkel. Mi a fene ez? Buffy? A Buffyban a... Jaj, az Isten itt. Tényleg tud énekelni. Uh-huh. A könyvtáros bácsi. Uh-huh. Andrew. Majdnem. Közel. Na, mi a neve? Anthony Head. Anthony Stewart Head, azt hiszem a teljes neve, ugye, aki a Giles-t játszotta. Ja, tényleg. A Buffy-nak az őrzőjét és mentorát, és ő musical színész is egyébként, és ő eljátszotta a Franket. De jó, na, az amire megvan valahol a YouTube-on, belehallgatnék. Aztán van egy másik színészünk, egy híresebb színészünk, aki 1980-as évek végén, nem mondom meg, hogy melyik országban, mert akkor nagyon könnyű lenne kitalálni, játszotta el, ugye Edith, aki a színdarabban a Dr. Scottot is játszott. Tehát ott úgy volt a színdarabban, hogy aki az Edith játszott, az a Dr. Scottként tűnt fel utána. Uh-huh. És van egy ilyen színészünk. Meg egyébként nem is beszéltünk erről a vonalról, ezt még szeretném egy kicsit gyorsan. Ja. A Dr. Scott, akit leleplez a Frank, hogy vagy mondjam úgy, hogy Dr. Von Scott. Ja, igen. És ő az a karakter, aki a vaskalapos konzervatív figura. És érdekes szerintem ez a párhuzam, hogy itt ezzel a Von Scott-tal, aki leplezi a német származását Amerikában élve, ezzel így utalgat a fasizmusra. Igen. És az egy egyenlőség jelet tesz a fasizmus vagy a nácizmus, illetve a kirekesztő magatartás közé itt a... az O'Briennek a szkriptje, szerintem. Igen, igen, és sőt benne is van az a rúzsaszín háromszögi jelkép valamelyik, a Franknek valamelyik jelmezén, ami a náci Németországban a melegeknek a megbélyegző jelképe volt, ugyanolyan, mint a sárga csillag a zsidóknál, volt egy ilyen rúzsaszín háromszög, csak azt hiszem, hogy úgy van, hogy ott fejjel lefelé volt, és itt megfordították, most már pontosan nem emlékszem, de lényeg az, hogy ez aztán egy LMBT szimbólum lett ez a rúzsaszín háromszög, és ez is prominensen feltűnik a filmbe több jelmezben. Okay. Ezzel kapcsolatban még eszemültött valami, és most hogy a játékokba belevágunk. Semmi gond. Ugye végül is kiderül, hogy földön kívüliek igen. Akik a palotában élnek. A Transylvania nevű fantasztikus szóviceszébe jutott a szerzőnek, hogy a Transylvania és igen. A transsexual az milyen igen. Jól fog működni, hogy az van, hogy az első dalban csak azt halljuk, hogy elhangzik, hogy transsexual from Transylvania, vagy micsoda, és akkor kiderül, hogy igazából ez a bolygó neve a galaxisban, amit úgy hívnak, hogy a bolygó a transsexual, és a galaxis a Transylvania, vagy valami hasonló. És szerintem ennek is van valami metaforikus üzenete vagy értelme, de ez már csak én költöm hozzá, és nagyon kíváncsi lennék, hogy valaki, aki jobban ért a gender studieshoz, vagy akár maga is átélte a gender diszfóriát, hogy nekem az a feltételezésem, hogy a Frank karakterén keresztül az O'Brien beleírta a saját gender diszfóriáját ebbe a történetbe, az állapot, amikor a saját küzdelmed a nem identitásodban. Hát, hogy van egy ilyen diszonancia abban, hogy milyen testben vagy, és hogy egyébként belül hogyan nézed magad. És szerintem ezt próbálja kicsit felnagyítani, vagy kihelyezni ebben, hogy itt földön kívüliek a szereplők, hogy az emberi társadalomban is nehezen találja a saját helyét, és egyben magát sem érzi részének ennek a többségi társadalomnak, és ez úgy nagyítja fel, hogy földön kívülévé teszi a szereplőit. Mert hogy a Transylvaniából érkező mindegyike
ugye ilyen gender fluid szereplő, vagy gender queer, vagy egyéb módon valahogyan kilógott többségi társadalomból. Igen. És szerintem ez is egy olyan metafora, amit fel lehetne még térképezni. Na mindegy, ezt rövidezáltam. Visszatérve ezt a színészhez, aki Edith és Dr. Scottot játszotta, ugye ez olyan kettős szerep. És akkor ő neki a most a nemzetiségét nem árulod el, mert túl könnyű lenne? Nem túl könnyű lenne, de egy olyan világsztár, azóta világsztárról van szó, aki aztán játszott még egy musicalben, és híresen nem tud énekelni. És egy gyönyörűen példázza. Ez a Russell Crowe. Így van. Én tudtam, hogy nagy színfeli színész volt Ausztráliában. Talán musicalben is, de az nem. Igen, tehát ő eljátszott. Edith, amit egyébként nem tudok képzelni. Ja. Edith. És és akkor még egy különleges előadást néztem ki, a There is a light over at Frankenstein's house, nem tudom. Ugye ez az, amikor megközelítik a kastélyt a Bradék, és akkor énekelnek arról, hogy There is a light, van ez a dal a filmből, és ezt egy késő esti talk show James Corden? Nem. Talán Halloween-i adásában azt hiszem elénekelték. Nyilván volt a Glee-nek Rocky Horror epizódja, megint ezeket is kipeljük, mindig igen, az Glee. Amiben egyébként feltűnt néhány színész a filmből is. Wow. Más szerepekben. De ez egy késő esti talk show, és a műsorvezető mellett, aki korábban eljátszotta Bradet, az egyik színpadi adaptációba, tehát hogy ő benne volt egy Rocky Horror Show-ban. Bradet játszotta. Itt most ezt a dalt énekelte el több sztár társaságában, például ott volt vele Moby, ott volt el Neil Gaiman és Amanda Palmer. A Moby-ról nem tudom, tudod, de az egyik első nézője volt a filmnek Amerikában. Na, ezt nem tudtam. És van egy interjú, ami megmaradt vele, amiben elmondja, hogy nagyon jók itt az emberek, meg kb. Ilyen, nagyon jól öregedett az a felvétel. Érdemes megkeresni. Bocsi. Igen. Tehát Moby volt ott, meg kicsoda? Neil Gaiman, Amanda Palmer, a The Magnetic Fields nevű zenekarnak az énekese. Aha. Kevésbé ismert, de nem is biztos számukra. És melyik... Ez egy zenész akkor? Hát zenében is otthon van, de azért alapvetően... Ez kevés infó, még várjunk csak. De igazából melyik késősi talk show műsorvezetőről tudod mondjuk az elmúlt 20 évből elképzelni, hogy egy ilyen hát a Jimmy Fallon Rocky Horror, de hogy jó ízlés, tehát jól előadjon egy ilyen Rocky Horror. A Craig Ferguson. Igen. Igen, tehát hiszen nem az ő műsorába passzol, de a legjobban ez a fajta szabadság és talán, úgyhogy, de ez egy régi, tehát a 2011-es talán, vagy tehát egy régebbi ilyen cold open-je volt, ahol ezt elénekelte különböző vendégekkel együtt. Ah, szuper. Jó, szóval ezeket írtam ki, nyilván még lehetne sok egyebet találni, de hogy szerintem a Rocky Horror-nál úgyse az a fontos, hogy még hírességek énekelték el, hanem hogy így bármelyikünk elénekelheti ezeket a dalokat, hogyha szeretné, és hogyha olyan közösségben találja, vagy olyan vetítésen találja magát. Igen. Úgyhogy nem, azt szoktam látni, hogy a Ben moziban is néha adják, nem tudom, hogy ott úgy szervezik el meg, hogy közös éneklős, vagy csak egy sima vetítés előadás. Szerintem csak egy sima vetítés előadás, hogy a közönség általában nem annyira bevő az ilyesmére. Azt nem kell tudja. Aztán inkluzív a vetítések. Hogyha van ilyen, akkor szóljatok nekünk, tökre megnézni. Simán. Jó, okay. Én örülök, hogy megnéztem ezt a filmet. Én is úgy éreztem, hogy ez lesz az évad, ez a film lesz az évadban, amely így elkerülhetetlen, és majd megtöri az esetleges addigi pozitív igen, benyomásokat, vagy ívet. De nagyon-nagyon élveztem. Úgyhogy örülök, hogy megnéztük. És aztán jövő héten mi lesz, most nem tudjuk egyre pontosan elmondani. Uh-huh. Valószínű, hogy ugrunk egy évtizedet, ugye? 80-as években. Még nem biztos, lehet, hogy még maradunk egy film erejéig a 70-es években. Ja, igen. De mert most kicsit bizonyos okból megkavarodott a menetrendünk, még kiszemerünk egy filmet majd. De nem sokára egyébként valóban a 80-as évekből fogunk még két rendhagyó musicalt megtekinteni majd. Ja. Akkor a következő filmünk az még egy több to be announced, az még így meglátjuk, de ami biztos lesz, az így tulajdonképpen marad ezen a vonalon. Az egyik a
Rémség egy kicsiny boltja, a másik pedig, hogy a Glemet is kidomborítsuk, az pedig a Prince-nek a filmje, a Purple Rain. Ezek fogják majd zárni az évadunkat, illetve természetesen lesz évzáró listázós adásunk is majd az év végén. És részrész több biztos nem lesz addig, mert valószínűsítem, hogy amiket már idén látunk, azok már toplista gyanúsak, toplista esélyesek, ezért fölösleges lenne külön részrészelnünk róluk. Vagy úgy érezzük, hogy akkor csak elpufogtálnak a puskaporainkat, így bár többen érdeklődtek, de nem lesz szerintem Irishman részrészünk sem. De lesz még alkalmunk beszélni róla, vagy a évadzáró adásunkban, vagy az oszkáros adásunkban, úgyhogy nem tudok kivaradni belőle. Emiatt nem is akarnám még egy epizódot erre külön rászenni, így is lesz minimum kettő alkalmunk. Így van. De mindezekről még úgyis beszélünk később, illetve írunk is majd a különböző felületeinkre, például a vakfoltpodcast.hu, mondjuk ott csak a posztjaink szoktak lenni, de a Facebookon ezért egyéb tartalmakat is szoktunk kitenni. Igen. Majd lehet, hogy kitesszük valamelyik ilyen közönséges vetítős YouTube videót, hogy ti is megnézhessétek, hogy milyen, de Twitteren rajta vagyunk minden létező egyéni és podcast. Intézményes podcast feeden. András, téged hol lehet követni? Igen, a Gész aláhúzás alatt, Péter Frivo, kettő elbeírom, és hát a Vakfolt podcastot is kövessétek a új adásainkért. Ezen kívül Apple Podcast-en, Spotify-on hallgatható bennünket, meg Google Podcast-ben, és persze a kedvenc appotokban is. És akkor jövő héten találkozunk. Így van, egy meglepetés film, ami mondjuk akkor már nem lesz meglepetés, mert addigra valószínűleg bejelentjük, hogyha sikerül eldöntenünk, de így van. Találkozunk jövő héten valamilyen zenés filmmel. Ja. Addig is sziasztok! Sziasztok!